újraválaszthatóságukat miként befolyásolja az a tény, hogy fellépnek állami szervek jogsértéseivel szemben. Ilyen értelemben ez a biztosi függetlenséget csorbíthatja, ezt a fajta kiterjesztését a jogszabálynak nem támogatjuk. Összefoglalva, nem azzal van problémánk, hogy egy biztosi hivatal jön létre, hanem azzal van problémánk, hogy ezen biztosi hivatalon belül koncentráltan és hiányosan jelennek meg a jogosítványok. Ezt sokkal differenciáltabban kell álláspontunk szerint megfogalmazni. A speciálisan elkülönült és egységesen nem kezelhető területek miatt a helyetteseknek önálló jogosítványokat kell adni, őket ebben korlátozni nem szabad, és ennek forrását is biztosítani szükséges. Nyilvánvalóan a jogszabály támogatottsága vagy elutasítása részünkről ezen szempontok megfontolásától és a benyújtott jelentős számú módosító javaslat sorsától függ. Köszönöm, hogy meghallgattak. Jávor Benedek képviselő úr, következik LMP, ugyancsak 15 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Előjáróban engedjék meg, hogy leszögezzem, hogy a 1993-ban kialakított ombudsmani rendszer az elmúlt másfél évtizedben bevált. Ezt nem én mondom, hanem az országgyűlés mondta ki, az eddigi országgyűlések mondták ki benne a Fidesz-KDNP frakciókkal, amikor évről évre, amikor vették a fáradtságot, hogy napirendre tűzzék az ombudsmani jelentéseket, akkor ezeket a jelentéseket gyakorlatilag kritikai észrevétel nélkül elfogadták. A bizottsági szakaszban az ombudsmanok jelentései általában széleskörű támogatást, szakmai elismerést váltottak ki, a határozati javaslatok, amelyek az országgyűlés elé kerültek, ezt tükrözték, és az országgyűlés általában ellenszavazat nélkül ezeket a határozatokat elfogadta. Az, amivel a kormányoldal most előáll, a kalapból előhúzva a nyuszét, hogy az ombudsmani rendszer nem hatékony, vagy nem működik jól, ezt az elmúlt másfél évtizedben a kormányoldal elfelejtette közölni a közvéleménnyel, a választókkal, az ombudsmanokkal és az összes többi érintettel. Tehát azt gondolom, hogy amikor nekiállnak az ombudsmani rendszer teljes újjá alakításának, akkor meg kéne indokolni, hogy tulajdonképpen mik is azok a szempontok, mik is azok a mutatók, amelyek indokolják ennek az ombudsmani rendszernek az átalakítását. Szó volt itt hatékonytalanságról, szó volt itt szétszabdaltságról. Egyetlen olyan kézzelfogható, mérhető, ellenőrizhető mutató, szám, észrevétel nem hangzott el, amelyel alátámasztanák, hogy milyen tekintetben volt nem hatékony az ombudsmani rendszer működése, mit vártak volna, amit nem teljesített az ombudsmani rendszer, hol voltak azok a hiányosságok, amelyeket nem tudott betölteni az ombudsmani rendszer. Ilyennel ebben a vitában sem az előterjesztő, sem a kormányoldali felszólalók eddig még nem álltak elő. Tehát van egy olyan törvénytervezet előttünk, ami hozzányúl a jogvédelem egyik alapvető intézményéhez, gyökeresen felforgatja azt, anélkül, hogy érdemi érveket rakna emellé a lépés mellé. Ez a gyökeres átalakítás érinti a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa intézményét is, amely intézmény, ezt azért szeretném itt most leszögezni, hogy némely felszólalók által megfogalmazottakkal ellentétben nem azonos a gyermekek vagy az fiatalok jogainak a védelmével, a jövő nemzedékek védelme, a még meg nem születettek érdekeinek a védelme, azon döntések területén, amely döntések hosszú távon 50-100 éves távlatban hatást gyakorolnak ezekre az utánunk jövő generációkra. Ezek a döntések, ezek a legegyszerűbben a környezetvédelmi döntések területén foghatók meg. Valóban az ökoszisztémákba való alapvető beavatkozás, a környezeti rendszer tönkretétele egy nagyon radikális beavatkozás az utánunk jövő generációk életfeltételeibe. Ha az alapvető életfeltételeket semmisítjük meg, nyilvánvalóan lehetetlenné tesszük az összes többi jogérvényesítését is. Azonban
a jövő nemzedékek érdekeinek a védelme nem csupán a környezetvédelmi tevékenységet vagy a környezeti rendszerek védelmét jelenti. A jövő nemzedékek életfeltételeibe a jelen döntéshozók, a jelen kormányzatok bele tudnak szólni a nyugdíjrendszer átalakításán keresztül, oktatási, szociális rendszer átalakításán keresztül, infrastruktúrális beruházásokon keresztül, ahogy erre a szakirodalom egyébként nagyon sok alátámasztó érvelést is tartalmaz. Éppen ezért a jövő nemzedékek országgyűlési biztos, amelyik nem véletlenül nem a környezetvédelmi biztos nevet viselte, hanem a jövő nemzedékek országgyűlési biztos a címet, mert azt gondoltuk, amikor ennek az intézménynek a létrehozatalára sor került, hogy egyfelől le kell horgonyozni a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét az alkotmányban rögzített alapjogokba, és ez a környezetvédelmi, az egészséges környezethez való jog védelmén keresztül a legkönnyebben megfogható, de lehetőséget kell biztosítani a biztosnak arra is, hogy a nem az alkotmányban rögzített jogok védelmén keresztül, hanem más a nyilvánosság eszközeivel, a szakmai háttérmunka segítségével, de azokon a területeken is meg tudja fogalmazni a jövő nemzedékek érdekeit, és védeni tudja a jövő nemzedékek érdekeit, amelyekhez nem rendelhetők hozzá közvetlen alkotmányos jogok, például az egészséges környezethez való jog. Amikor ez az intézmény létrejött, és ez egy hosszú történet, még 2000-ben született meg az első javaslat arra vonatkozóan, hogy ilyen intézmény Magyarországon jöjjön létre, és egy 7 éves civil lobby munka eredményeként jött létre. Ennek a munkának a során nagyon sokat tárgyaltunk az akkori kormány, vagy az akkori pártok, parlamenti pártok képviselőivel, így a mostani kormánypárt képviselőivel is. Többek között Répási államtitkár úrral is, aki akkor még nem volt államtitkár, én meg nem voltam még parlamenti képviselő, de nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy miért van szükség egy ilyen intézményre. És természetesen voltak vitáink azzal kapcsolatban, hogy milyen jogköröket érdemes ennek az intézménynek adni, hol lehet esetleg túllőni a célon, olyan jogkörökbe belecsúszni, amelyek valóban az ombudsmani rendszer kereteit feszegetik. A végén egy olyan kompromisszumos eredmény született, amelyet 2007 végén az akkori országgyűlés gyakorlatilag egyhangulag támogatott. Akkor volt néhány olyan sarokpont, amire azt mondtuk, hogy ha ezek nem teljesülnek, akkor nincs értelme ennek az intézménynek. Az egyik ilyen sarokpont volt többek között a magánszférában való vizsgálódásnak a lehetősége, ami a akkori ombudsmani rendszernek nem volt sajátja az adatvédelmi biztostól eltekintve. Úgy láttuk, hogy a környezeti jogok, a környezeti érdekek nagyon gyakran éppen a magánszférában sérülnek, és ezért indokolt, hogy a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a magánszférában is vizsgálódni tudjon. Egy másik ilyen sarokpont volt ennek az intézménynek az önállósága. Az önállósága az akkori általános biztostól. Nem véletlenül volt ez a sarokpontja az akkori javaslatunknak, előterjesztésünknek. Azt gondoltuk, hogy a jövő nemzedékek érdekei azok nem ritkán éppen a jelen nemzedékek érdekeivel szemben fogalmazódnak meg, és egy olyan érdekkonfliktus áll elő, amely nem várható egyetlen személytől, hogy ezt az érdekkonfliktus saját magában fel tudja oldani. Akinek egyszerre kéne a jövő nemzedékek és a mai élő nemzedékek érdekeit képviselni, például azzal kapcsolatban, hogy egy jövőbeni környezetterhelés költségeit, ezt most finanszírozzuk-e vagy sem. A jelen nemzedékeknek az az érdeke, hogy egy fillért ne költsünk arra, hogy 50 év múlva ne következzen be mondjuk a klímaváltozásnak egy elviselhetetlen mértéke. A jelen nemzedékeknek az érdeke, hogy a saját élettartama határáig a saját maga számára a lehető legjobb életfeltételeket biztosítsa, és az externáliákat, a költségeit ennek az életmódnak, ennek az életszínvonalnak áthárítsák például a jövő nemzedékekre. Ennek az érdekkonfliktusnak a feloldása egyetlen személytől nem várható, éppen ezért szükséges, hogy egy önálló, az általános biztostól független intézmény álljon ki a jövő nemzedékek érdekeinek a védelme érdekében, és ő tudja megfogalmazni adott esetben a más alapjogok védelmére létrehozott általános biztossal szemben is a jövő nemzedékek érdekei mellett. Az intézmény, amely 2007-ben létrejött, az elmúlt években kiemelkedő eredményeket ért el.
Fülöp Sándor már a felszólalásában sokat említett azok közül, az eredmények közül, zöld felületek megóvása, jogszabályok véleményezése, ami a jelen tervezetben kikerül a hatásköréből, ahol nagyon fontos eredményeket értek el, például az erdőtörvény módosítása kapcsán, vagy más jogszabályok módosítása kapcsán, ahol sikerült a jövő nemzedékek érdekeit érvényesíteni már a jogszabályok elkészítése a jogalkotás során. Ez egy nagyon fontos eredmény. De nem csak itthon, hanem nemzetközi szintéren is, erről is volt már szó, nagyon komoly figyelmet érdemelt ki ez az intézmény, ez a magyar kezdeményezés. Olyannyira, hogy mind az ENSZ-ben, mind az Európai Unióban elindult egy folyamat arra irányulóan, hogy egyrészt minél több ENSZ, illetve uniós tagállamban hozzák létre a jövő nemzedékek intézményes képviseletét, másrészt pedig magának az Európai Uniónak a szervezetrendszerén belül állítsanak föl egy jövő nemzedékek érdekeit képviselő intézményt. Ez azért fontos, mert természetesen nagyon fontos, hogy az Európai Alapjogi Chartában legyenek környezeti szempontok, vagy a magyar alaptörvényben essen szó a jövő nemzedékekről, vagy a környezeti érdekekről. De ezek a jogok, ezek papíron maradnak, hogyha nincsenek olyan intézmények, amelyek képesek kikényszeríteni ezeknek a jogoknak az érvényesülését. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa olyan intézmény volt, és egyelőre még, amíg hatályba nem lép ez a törvény, még szerencsére az is, amely képes volt a környezeti jogok, az egészséges környezethez való jog, illetve a jövő nemzedékek érdekei mentén megfogalmazott jogoknak az érvényesítésére. Az, hogy ezek a jogok Magyarországon nem érvényesülnek maradéktalanul, ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Ennek nem az a megoldása, nem az a válasz erre, hogy a jól működő létező intézményeket felszámoljuk, hanem az, hogy ezeket megerősítjük, vagy új intézményekkel egészítjük ki őket. A javaslat, amely előttünk fekszik, erről szintén volt már szó, több ponton azt gondolom, hogy nem csak a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa intézmény létrehozatalakor megfogalmazott célokkal ellentétes, hanem Magyarország jelenleg hatályos és január 1-én hatályba lépő alaptörvényével is. A januárban hatályba lépő alaptörvény gyakorlatilag szó szerint átemelte a mostani alkotmányból az egészséges környezethez való jogot. Ez azt is jelenti, hogy az egészséges környezethez való jogból levezetett alkotmánybírósági határozatok továbbra is érvényesek és hatályban vannak. A Alkotmánybíróság 996/1990-es határozatában megállapítja, az állam köteles az egészséges környezethez való jó megvalósítását szolgáló sajátos intézmények kialakítására és működtetésére. Tehát az államnak kötelezettsége van olyan intézmények működtetésére, amelyek az egészséges környezethez való jog érvényesítésében eredményesek tudnak lenni. Ehhez kapcsolódik a 64/1991-es alkotmánybírósági határozat, amely úgy fogalmaz, az élethez való jog vonatkozásában például az állam objektív intézményvédelmi kötelezettsége az emberi életre általában is kiterjed, és ebbe beletartozik a jövő generációk életfeltételeinek biztosítása is. Az államnak kötelezettsége az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek érdekeinek az intézményes biztosítása. És ehhez társul ugyancsak a 64/1991-es határozatnak a következő megfogalmazása, a környezetvédelemhez való jog mindezekkel szemben elsősorban önállósult és önmagában vett intézményvédelem, és e jog sajátosságai folytán mindazokat a feladatokat, amelyeket másút alanyi jogok védelmével teljesít az állami törvényi és szervezeti garanciák nyújtásával kell ellátnia. Tehát az államnak alkotmányos kötelezettsége van a szervezeti garanciák biztosításában. És végül az Alkotmánybíróság a 28/1994-es határozatában egyértelműen kimondja, hogy az állam a környezetvédelmi jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti. Tehát az államnak van egy alkotmányos kötelezettsége a intézmény védelem területén, a környezeti intézményrendszer működtetésére, és van egy visszalépési tilalom az egészséges környezethez való jog tekintetében, amely egészséges környezethez való jog a januárban hatályba lépő új alaptörvényben is szerepel. Mindez, tisztelt képviselőtársaim, azt jelenti, hogy az az alaptörvény, vagy az az ombudsman törvény, ami most az asztalunkon fekszik, és amely egyértelműen felszámolja a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa önálló eljárási jogát, gyakorlatilag egyszerű beosztottjává degradálja az általános biztosnak. Ez a törvény egyértelműen
ütközik mind a hatályos, mind a januártól életbe lépő alkotmánnyal, és biztos vagyok benne, hogy egy bármilyen módon feltöltött alkotmánybíróság próbáját sem állja ki, ha ez a törvény elfogadása kerül, és a törvényjavaslatot az alkotmánybíróság elé visszük. Tisztelt képviselőtársaim, az, ami itt történik az ombudsman törvénnyel, Szabó Tíme, a képviselőtársam már beszélt róla, ez az elkapkodott, átgondolatlan alkotmányozásnak részben a következménye, és sajnos ilyen jellegű dolgokkal még a jövőben is találkozni fogunk. El kell még, hogy mondjam, hogy ez nem pusztán a Lehet Más a politika frakciójának a véleménye. Az Országos Környezetvédelmi Tanács az e héten kiadott állásfoglalásában ugyancsak a törvényalkotmány ellenessége mellett foglalt állást, illetve a közelmúltban 62 környezetvédő szervezet nyílt petícióban fogalmazta meg ellent érzéseit a törvénnyel kapcsolatban. Erre lehet vonogatni a vállunkat, természetesen államtitkár úr, de azt gondolom, hogy az érintett zöld szervezetek véleménye az... Hát, hogyha a nemzeti együttműködés rendszerén belül nem is, de egy demokratikus jogállamban azért valamilyen súllyal csak bír. És végezetül hadd mondjam azt, Lukács Tamás képviselő társam felszólásában azt mondta, hogy minden jogvédelmi rendszer felülvizsgálatra fog kerülni az elkövetkezendő időszakban. Tisztelt képviselőtársaim, én azt tudom mondani, hogyha ez úgy fog megtörténni, ahogy az ombudsmani rendszerrel, akkor Isten óvja Magyarországot. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr! Az írásban jelentkezett képviselőtársaink közül Schiffer András frakcióvezető úrnak adom meg a szót. Frakcióvezető úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Én nagyjából ott folytatnám, ahol képviselőtársaim abba hagyták. Azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat nem egyszerűen az alkotmányozási álmok futásnak az egyik végterméke, nem pusztán csak a meggondolatlanság jellemzi, hanem ebben a törvényjavaslatban visszaköszön annak a centralizált demokráciának a víziója, ami szépen kiteljesedett az önök alaptörvényében is. Hiszen először, mielőtt az ombudsman törvényről beszélünk, nyilván célszerű megvilágítani, hogy egyáltalán milyen funkciója, milyen szerepe lehet egy jogállamban az országgyűlési biztosnak. Mi arra gondoltunk, és az LMP választási programja ezt tartalmazza is, hogy ha valami sürgősen megújításra szorult volna a magyar demokratikus rendszerben, az éppen az, hogy az elmúlt 20 év éppen elégséges példát szolgáltatott arra, hogy a kormányzati hatalom, egész pontosan a miniszterelnöki hatalom, függetlenül az éppen aktuális miniszterelnök személyétől túlsúlyos. Gyenge az országgyűlés ellenőrző funkciója, formálisan képes csak az országgyűlés, a törvényhozás ellenőrizni a mindenkori kormányzatot. Ha erről valaki nem volt meggyőződve az elmúlt években, az elmúlt hetekben, amikor önök pofátlanul játszották ki a legelemibb, legalapvetőbb parlamentári szabályokat, akkor erről éppen eléggé meg is győződhetett. A 20. századtól kezdve, de hát éppen államtitkár úr említette ugye a svéd példát, már régebbről is voltak azért ennek nyomai parlamentáris demokráciákban, a parlament nem csak az úgynevezett hagyományos úton ellenőrzi a közigazgatást, a végrehajtó hatalmat, hanem az ellenőrzésre különböző szerveket is létrehoz. Ilyen az állami számvevőszék Magyarországon, és ilyen az ombudsmani rendszer. Tehát mind a számvevőszéki intézmény, mind az ombudsmani biztosi intézmény tipikusan arra szolgál, hogy az országgyűlés, a népképviselet hatékonyabban tudja az egész végrehajtó hatalmat, azon keresztül magát a közigazgatás működését ellenőrizni. Miután rengeteg jel utalt arra az elmúlt 20 évben, hogy szükséges ennek az ellenőrző szerepnek a megerősítése, az egyik állítása az LMP-nek az, hogyha hozzányúlunk magához az ombudsmani szisztémához, a 93-as ombudsmani törvényhez, akkor célszerű a teljes rendszert, és itt most egy pillanatig nem megyek bele a szakombudsmani differenciálásba, célszerű az egész ombudsmani rendszert felerősíteni, ha nem is az adatvédelmi biztos szintjére, de legalább arra a szintre,
amit a parlament konszenzussal 2007-ben a jövő nemzedékek ombudsmanjának adott. Azt a funkciórendszert kéne magyarul megkapnia az alapvető jogok biztosának, amit ma a jövő nemzedékek országgyűlési biztosat számára a 93-as ombudsmani törvény biztosít. Nyilván az ombudsmani rendszernek az erőssége nagyban függ attól is, hogy egyáltalán mik az alapvető jogok. És hát ezen a téren nem állunk jól. Az, hogy 1995-től kezdve, és hát erre utalt Szabó Tímea képviselőtársam is, az, hogy 1995-től kezdve a magyar ombudsmani rendszer a társadalmon belül egészen kiváló megbecsültségnek örvendet és megbecsültségnek örvend ma is, az nagy mértékben idézte elő az, hogy az első években nagyon nagy gondot fordított az ombudsman Göncöl Katalin, illetve Polt Péter arra, hogy a szociális jogok érvényesítése tekintetében megfelelő játékszabályok betartására intsék a közigazgatást, a központi kormányzatot, de adott esetben az önkormányzatokat is. Ehhez képest önök a saját alaptörvényükkel felszántották a szociális jogállamot, gyakorlatilag kilugozták a szociális jogokat az alaptörvényből. Ma Magyarországon az embereknek hiányoznak azok a szociális jogai, amik egyébként Európa más demokratikus jogállamaiban a polgárokat megilletik. Innentől kezdve nyilvánvaló, hogy egy sokkal szűkebb területről beszélünk, mint beszélhettünk 2011-et vagy 2012-t megelőzően. A másik nagy kérdés az az, ami, ha úgy tetszik, már nem tisztán közjogi, inkább szociológiai, társadalompolitikai kérdés, hogy túl a közigazgatás ellenőrzésén milyen egyéb, ezen túlmutató funkciója van az ombudsmani rendszernek. És ezen a ponton szeretném világossá tenni, hogy az LMP frakciójának nem csak az önök törvényjavaslatával, hanem Szabó Máté országgyűlési biztos úr álláspontjával is van kemény vitája. Ez a vita annyiban meglepő, hogy 2007-ben még egy oldalon álltunk a közigazgatási és igazságügyi minisztérium mai vezetésével is. Egy oldalon álltunk Répási államtitkár úrral, illetve Navracsics miniszter úrral abban, hogy Magyarországon szükség van különbiztosokra. Szükség van a szakombudsmani rendszerre, és nem engedhető meg az, hogy egy hierarchiába rendezve, lebénítva működjenek különböző osztályok, részlegek az ombudsmani hivatalban. Mi indokolja azt, hogy legyen egy még a mainál is sokszínűbb, diverzifikáltabb ombudsmani rendszer? Én szeretném idézni Majtényi Lászlónak a 90-es évek elején kelt tanulmányát, mielőtt egyáltalán ő adatvédelmi biztos lett volna, amikor ő két indokot hoz arra fel, hogy mikor van szükség arra, hogy egy ország különbiztosokról rendelkezzen. Úgy fogalmaz, hogy az egyik indok az, ha az alkotmányos jog sérelme a polgárok szabadságára különösen nagy veszélyt jelent, és a polgári társadalom önvédelmi reflexei nem elég erősek. És itt utal arra, hogy az adatvédelmi biztos intézményét már 1988-ban javasolta Sólyom László professzor úr az adatvédelem és személyiségjog című tanulmányában. A másik esetkör, amit fölhívott annak idején a 90-es évek elején Majtényi László, az eset, amikor egy olyan bizalmi válság van egy alkotmányos érdek jog tekintetében a társadalmon belül, amikor egy közvetítői, mediátori szerepre van szükség. És itt veti fel ebben a tanulmányban a környezetvédelmi biztos intézményének a szükségességét. Úgy veti fel, hogy 1988-ban már megfogalmazódott ez a gondolat az akkor ellenzéki mozgalom negyedik alapelv megfogalmazásában, majd 1990 őszén Gyurkó János MDF-es képviselő, későbbi környezetvédelmi miniszter egy hasonló javaslatot letett a parlament asztalára, majd 2000-ben Sólyom László a Védegylet felkérésére elkészítette azt az első törvénytervezetet, aminek alapján elkészült az a törvényjavaslat, aminek az elkészítésében egyébként volt szíves államtitkár úr is 2006-2007-ben közreműködni. Nagyon fontos a tanulmánynak mind a két megállapítása. Én most mégis inkább az elsőről szeretnék beszélni, a másodikkal kapcsolatban Jávor Benedek képviselőtársam részletesen kifejtette az álláspontunkat. Akkor
amikor azt mondjuk, hogy szükség van külön biztosokra, és nem pusztán azokra, amiket ma sajnálatos módon kizárólagosan nevesít az alaptörvény, hanem másokra is, például a betegjogok, a munkavállalói jogok, vagy éppen a fogyatékkal élők jogaira, vagy a nők jogaira külön biztosok kirendelésére, akkor arra a tényre szeretnénk rávilágítani, hogy túlságosan sok olyan mindennapi jogsértés történik ma ebben az országban, akár a közigazgatás működése során is, ami egész egyszerűen nem tudatosul a társadalomban, nem tudatosul adott esetben a jogsértést elszenvedőkben sem. Azért, illetve azért is van szükség a mai komplex társadalmakban ilyen országgyűlési biztosokra, hogy ezeket a hangtalanul maradó jogsértéseket felszínre lehessen hozni. És minél bonyolultabb egy társadalom, illetve minél bonyolultabb egy közigazgatási rendszernek a működése, annál többfélébb olyan potenciális jogsértés merülhet fel, amelynek az azonosítására, aminek a felszínre hozására egyébként maga a közigazgatás és önmagában a törvényhozás, az önkormányzati képviselőtestületek nem alkalmasak. Gondoljunk arra, hogy például mondjuk a pszichiátriai otthonokban élők jogainak a megsértésével kapcsolatban, vagy a hajléktalanok jogainak a megsértésével kapcsolatban, vagy hogyha nem létezne, mint ahogy nem is fog létezni adatvédelmi biztos, az információs önrendelkezési joggal kapcsolatos jogsértések tudatosításával kapcsolatban ki járna el ebben az országban? Független intézmény. Hiszen pontosan látjuk azt, hogy az általános biztosra egy olyan társadalmi nyomás nehezedik, olyan sokféle jogsértéssel kell foglalatoskodnia, hogy ez nyilvánvalóan nem eléggé érzékeny intézmény önmagában arra, hogy a legakuttabb fájdalmakat felszínre tudja hozni, nyilvánosságra tudja hozni. A konkrét törvényjavaslattal kapcsolatban egyrészt olyan hatáskör erősítéseket javasolunk, államtitkár úr, amik úgy gondoljuk, hogy vagy megőrzendők a mai törvényjavaslatból, vagy már a mai törvényjavaslatban is, vagy már a ma hatályos törvényben is egyébként módosításra szorulna. Az egyik ilyen, hogy az ombudsmani vizsgálat, ombudsman által vizsgálható körből nem célszerű kivenni a nyomozóhatóságot. Az, hogy ma nincsen kormány alá rendelve az ügyészség, ez egy dolog, de a nyomozati munkát végző ügyészség igenis vizsgálható kell, hogy legyen az ombudsman által. A másik, hogy nem lehet olyan intézmény, amellyel kapcsolatban automatikus nyilvánosságkorlátozást kell elszenvedni az alapjogok biztosának. Éppen ezért javasoljuk, hogy kizárólag a minősített adatok tekintetében lehessen akár a honvédségnél, vagy más rendvédelmi szervnél ilyen nyilvánosságkorlátozás. Harmadrészt javasoljuk azt, hogy itt a visszásság, mint egy kulcsfogalom tekintetében fogalmazzon pontosan a törvényjavaslat, hiszen ez egyébként az egész ombudsmani munkát ennek hiány elbizonytalanítja. Én csak utalni szeretnék arra, amit Jávor Benedek képviselőtársam már elmondott, javasoljuk azt, hogy a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának a mai elsősorban perindításra, illetve közigazgatási határozatok felülvizsgálatára vonatkozó jogosítványai kerüljenek át az általános hatáskörű ombudsmanhoz, ezzel felerősítve ezt az ellenőrző szervet. Ezen felül pedig azt szeretnénk javasolni, hogy ezzel is erősítve a helyetteseknek az önállóságát, hogy egyrészt az országgyűlés hallgassa meg a helyetteseket is a megválasztásuk előtt, másrészt pedig legyen külön nevesítve, hogy mik azok a leginkább érzékeny területek, amikre magának az általános hatáskörű ombudsmannak különös figyelmet kell fordítani. Itt a gyermekek jogaira, illetve a leginkább veszélyeztetett, marginalizált helyzetben levő társadalmi csoportok jogaira gondolunk. És hát szeretnék még arra is kitérni, az összes hasonló típusú közjogi törvényjavaslattal kapcsolatban ezt megtesszük, hogy ahogyan a közhatalom minden más területén, az ombudsmanok tekintetében is az szolgálná a magyar demokrácia megújítását, hogy különös tekintettel a meglehetősen hosszú hivatali időre, hogyha az újraválaszthatóságot a törvényben az országgyűlés kizárja. Ezt szeretném hangsúlyozni,
nem csak az ombudsmanok esetében kérjük, hanem valamennyi közjogi szereplő esetében is, így tettünk legutóbb a számbevőszéki törvénynél. És ha már a számbevőszéket szóba hoztam, egyetlen konkrétumra szeretnénk még kitérni. Önök itt nagyon vehemensen érveltek a számbevőszéki törvény vitájában, hogy véget kell vetni a következmény nélküliség állapotának Magyarországon. Ebben önöknek igazuk van. Való igaz, hogyha valaki a számbevőszékkel nem kíván együttműködni,